1 millió robaxos ügyedíj van a fejemben, srácok, hiszen Barrytől a milliónok átvették a börtönét! Pedig bárkinek átadta Barry a börtönét, simán, de simán ki tudtunk szokni, szóval srácok, a leges, legdurvább korosztevő kellene most a milliónok börtönét kell legyőzni, és elméletek az egészet a 100% veszélyre emelte. Itt látjátok alul most már nem tüskék vannak, és teljesen át lett alakítva az egész börtön, valamiféle sav van ott alul, és nekem gyorsan meg kell nyomni a gombot, hogy uram, atyám, félek, micsoda biofegyvert alkalmaznak ezek a minyonok. Meg nem is beszélhetem, meg ki a francos burgonya vagy. Le kell gyorsan venni ezt az eszközt a falról, ez nagyon mit én, de szerencsére elbírtam, jó, akkor leugoltam, és itt van lom, és az kezdtokot a leges. Uram, atyám, mennyire durva ez a minyon bát, és gyorsan a gombot, riasztó kikapcsolva, még jó, hogy meg vannak jelölve az útvonalak, hogy nekem merre kell menni, és jön utána folyamatosan, és itt nincsen cella, itt ezt a részt teljesen átírták a minyonok. Ez az egész területet gyorsan meg is kell kerülnöm, need to activate red button, valahogy aktivál. Jaj, ez a segítség, hogy azt kellett, hát persze, hogy megyek, ott tapasztalt Barry szökő vagyok, persze nem elsőnek károk én. Jaj, ne lekej, de estem, és így, de tökézzel, és ez be, micsod, ez a WC szokott lenni általában, de itt meg bent vagyunk Grúnak a szobájában, azt a te durván néz ki. Hát akkor én srácok, gyorsan leülök, azt kocolok itt a gépén egy kicsit. Ez a kedvenc sajt videóm. Há, ez megy éppen most. Még itt álltunk itt ez a lyuk a padlón, szóval ugorjuk le, és lent is vagyunk. Ez is hogy meg van csinálva, hát egyszerűen nem hiszem el. Itt van az óriási szék, a zselé, a felpukat minyon fején fogunk végül. A banána, a kedvenc szikor minyonokra. És itt nem láva, nem ez a kék szusz kísér minket még szerintem. Rátam erre a valamire, és várjál már, egyből feljöttek ezek a kis cuccok, amiket át tudunk majd ugrani. Hát ez a pálya is zseni, hogyha nektek is tetszik, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot erre a videóra. Aj, te már megint hogy nézel ki ezek, amik milyen minyon, jaj, de át kell menni, így szokott a nagy golyó, és persze nagy golyó az a minyonok világában, óvatosan, de óvatosan, rendben kovál, honnan fog jönni, ó, ott jön a lángos golyó. Szeretem a lángos, de inkább a sajtos tájfölös, nem? Ej, a haverunknak annyi szer átgurult rajta a golyó, szóval így gyorsan megint a kövicsákban, most már szent a lábad a sajtó, és meg is van, oké, már csak egy van, ott jön. Elhúzott mellettük, mint a Simpson, gyorsan megyünk fölben, és fölkapaszkodtam, így szokott ugye lenni a bázis, azt a, hogy néz ki ez a minyon, milyen véres neki az a kis szemüvege, és várjál már, én nem nézek rá, srácok, nem szabad ránézni, biztos akkor elkap, úristen, mint hogyha valami NPC lenne, egy park, így mozog, hát akkor én innen, ahogy csak tudok, megyek is egyből, és a kastélyszint, úgyhogy a minyonok is meghagyták ezt a kastélyszint, hiszen ez nekik bejön, és ez eléggé durván biztonságos, ebben igazuk van, na de mindjárt fölérek a legtetégére, és akkor majdnem beleakadtam a fákjába, időkezve itt van a másik, én nem akarok vele találkozni. Lift, most hanyadik emeletre megyünk? A 44-re. 44. emelet következik. Köszönöm szépen, meg is jöttem. Ingyenes banán. Ez biztos, hogy átverés, hogy ott az ingyenes banán. És itt meg a speedrun. Azt, itt ugye az energiait ad megint. De milyen pálya van előttem? Ez egy titkos kutató börtönbázis. Ha ígyunk egy kis minyon lét, nézzük meg azt, hogy mi van benne. Felpattintja, és akkor meg is kaptuk. Űrhajók vannak, adóvevő antennák, mindenféleség. A banára semmiféleképpen nem lépek rá, hiszen azon biztos, hogy elcsúszna a karakter, és nem akarok leszedni 500 millió méter. De durva, annyira átalakítva, ezt imádom, amikor ilyen király egy pálya. Szépen megkapaszkodtam. És akkor mehetek fölfelé, mint szerintem Barrynek a pályáján lennék, de ezek a minyonok elképesztően jó munkát végeztek, mint a mesékben is. Aztán nézzétek már, banán volt, itt van a bankjuk neki, őnek nem pénzt lopnak, meg nem pénzt árulnak, hanem banánokat, és elméletileg itt kéne ugyan létrát megszereznem, és itt van már alapból a létra, Barry, ő is benézett, jó munkát végeztek eddig a minyonok. Ha meg vagyok én is velük elégedve, mehetünk föl a tetejére, írjuk már a top listán a 13. stage-nél járok. Jaj, ne, ezt de utálom, ezt a ventilátoros gépezetet nagyon-nagyon utálom, de alattam már megint ezek a kis biofegyverek vannak. Nem kis, mert gyorsan a létrehozta, akkor kiderül, hogy itt mi a helyzet, a banánok itt is elszórra természetesen, és itt van a cső állózata, és srácok, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, de köszi szépen a segítséget, hogy egy kis jelző rakétamakét az, hogy merre kell menni, és akkor itt már föl is tudok ugrani a liasztam, majdnem leestem, föl is tudok ugrani a leleges legszínre, és ha minden jó, egy closed wolves, igen, itt kell nekem, vagy wolcot bezárni, hoppá, az egyiket el is tekertem, tökéletes az alatta lévő, már fejből tudom, srácok, mondtam én, nem itt járok először, de várj, ez áttett, ez is alakítva, azt hittem, hogy itt oldalt kell, de nem, nehogy elvigyél a szél, nehogy elvigyél, és akkor kezdhetem az egészet előre, szépen fel is van ez is tekerve, és akkor ez az elzárodott mind a három, mennem kell felfelé. Tavaleges legtetén és teli van minden banána, ugornál,
hát ez is csak csapda, ez is csak csapda. Nem érhetünk hozzá a banános Jánosokhoz. Én a nagy parkúros szépen felugrottam, nem is kellett azt a rámpát használni. Azt hittem, hogy kibágoltam apró, de szerencsére nem. Hanem akkor most már második helyzet vagyok a top listán. Jöjjön a 17. stage hamarosan. Megint a nagy ventilation. És mit csinálott az a nagy minő? Halló, jó napot, engem ne kap belé, szíves, bár beléd aztán eléggé rendesen sokféle, hogy látszik a fején, de nem baj, szépen átugrottunk ezen is, és megérkezte. Hol vagyok, srácok, itt, mondd, hogy nem lesz boss fight, mondd, hogy nem lesz boss fight, megérkeztem, itt vannak, akikkel eddig találkoztunk, föl kell másznom szépen, ja nem, még ezután jön ez a cúszta, amit de menjünk be, itt is vagyunk, és jaj, a börtöncella, free banana, na én nem hiszem el, megint oda kell mennem, az ingyenes, azt a de király, egy bál van megtartva, úristen, super minion boss, itt ott a konyha általában Berjomi baleni, ott a fúzzóka a falon, de király, mint egy ilyen bálba lennék, vagy valami ünnepsége. Gyorsan azért megyünk fel a krumplik a sarokba, azért mindenféleképp ott a rengeteg választék. Na hol van? Gyere ide, ne bújkálj az asztal mögött, ne bújkálj, ne edd a tortát. A falánk mindjárt még harc közben is csak eszegetni azt a finom tortát ott az asztalon. Na most azért megindult a köpönyegi forgató, megindult felé. Na mi van, bújkálsz, bolondos, már csak egy levés voltál. Ő ezt be is robban. Ú, te mekkora zselétortát, akkora, mint én. Felfallám ezt a mapot. Különösen járom ezt a pályára és játszok, hiszen a videó után egyből kéne mennem a cukrászába felfalni az egészet, de mindegy, jön a csúszom, hiszen olyan jó kaják vannak, hogy egyszerűen hihetetlen, ez az egyik legjobb Berry, ami valaha, és aztán ez mit csinált, egy kicsit elszóltam magam, és hogy micsoda bevágoló csúszó pálya van, és akkor így azt hittem, hogy nem sikerült az ugrás, de sikerül. Sajta Rizgető most már vezeti a listát, én jövök a legeslegelső checkpontok közül, és itt választanom kell, hogy bejövök ebbe a shopba, én nem akarok Berrynek vásárolni, miért akarnék vásárolni Berrynek, és ott van a Final boss, most itt nekem nem kell építkezni, nem be kell haladni, és ó, meg a minyor boss, a fúzókával fogom lőni, hát a fúzóka, srácok, oké, azt hittem, hogy nem lesz elég effektív, de a fúzókával kell szétlődni, még ki nem pukkan, hát ez ami elképesztően jól néz ki, az a probléma, hogy ez nagyon gyorsan jön felem, és óriási. Kerítettem a gyereket, és most már nem tud felémenni, azt a te bekkuártod, amikor kipukkadt engem is előtt az egész nap, de ott van a nagy banán, a nagy kiszökés, és nem olyan autó, hanem Grúnak az autója van, nem ilyen szvatos, ami szokott lenni. Azt a elképesztően jól nézkedés, és most nem volt nagy utazás, hanem egyből ide dobott minket, de mindegy, ki tudtunk szökni a börtönből. Van az exit, szóval ki tudunk lépni az egészből, let's go, azt a mennyi cuccot kaphatunk mellé. És legjobb obi, amióta a Berry obi, ami ugye az eredeti kiad, én nagyon-nagyon remélem, hogy élvezitek, hogyha így volt, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és tarja a kövén, a csá!